Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. A Városnapján Jászberénybe érkezett a tavaszi emlékhadjárat serege. Országos média figyelem keresztüzében Jászberényben hangoztak el leleplező vádak Dajs Tamástól a baloldali uniós politika ellen. 10. jászsági gyermek és ifjúsági szólótáncverseny 4 korcsoportban 2 kategóriában lépett színpadra, több mint 250 induló a minősítésekért. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják szerdán este 18 településről 18 órától. Minden évben április 3-án tartják Jászberényben a város napját, emlékezve arra, hogy 1849. április 3-án a Szabadságharc vezérkara Jászberényben véglegesítette a dicsőséges tavaszi hadjáratként a történelembe vonult hadművelet részleteit. A 34. tavaszi emlékhadjáratot hétfőn délután fogadták ünnepélyesen a Jászság fővárosában, melyet felvonulás, koszorúzások és hagyományőrző előadások követtek. április 3-án a Szabadságharc vezérkara Jászberényben véglegesítette dicsőséges tavaszi hadjáratként a történelembe vonult hadművelet részleteit. Erre emlékezve ünneplik Jászberényben ezen a napon évről évre a városnapját. A díszünnepséget a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola gyermek- és ifjúsági tánccsoportjainak tánca vezette fel. A hagyományoknak megfelelően a Városháza előtti téren fogadták a jászberényiek a tavaszi emlékhadjárat díszszemlére felsorakozott hagyományőrzői. Jó napot, hagyományőrzők! Erő! Tisztességet! A himnusz közös eléneklése majd az ünnepélyes díszszemle következett, mely után a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Már több mint 3 évtizede, hogy ünnepeljük a városnapját. És tudják, én az első ünnepeken, az első ilyen eseményeken is itt voltam, a másik oldalon, egészen kicsi gyermekként. És mindig nagy áhítattal és nagy örömmel néztem végig a hagyományőrzőkön, néztem végig rajtatok, és mindig azt szerettem volna, hogy oda menjek közétek, hogy talán egy lehessek közületek, mert az a fajta tisztelet a hagyományok iránt, ami jellemez benneteket, az nagyon különleges. Csodaként beszélt a városról, a jászságról, és köszönetét fejezte ki az emlékezőknek. Rajtatok nem jelmezként van ez a gúnya, hanem megtöltitek tartalommal, és ezt hozzátok ide nekünk minden évben, emlékeztek és emlékeztettek. Ezt a város polgármestereként és Budai Lórántként is köszönöm szépen. A múlt történéseit történész hozta közelebb a jelenlévőkhöz. A Honvéd sereg mintegy 50 ezer főből állt, kiváló vezetők, kiváló tábornokok, kiváló emberek voltak a parancsnokaik, akik az alkalmas pillanatra vártak, hogy kilépve a Tisza mögül megkezdjék végre az ország visszafoglalását, felszabadítását. Beszédében a megemlékezésre is kitért. A magyar történelemnek voltak dicső, szép korszakai. Ezeket a korszakokat meg kell becsülni, ezekre a korszakokra emlékezni kell. Nem mindig fegyverrel a kézben, hanem dolgos hétköznapi munkával, méltóvá kell válni 48-49 örökségéhez. A díszünnepségen átadták a 34. tavaszi emlékhadjárat okleveleit, majd a megemlékezők, köztük a lengyel delegáció is, elhelyezték a megemlékezés koszorúit a forradalom emlékhelyeinél. Az ünnepélyes fogadás, felvonulás és koszorúzás hagyományőrző programját csatabemutató, az Agyva Banda és a Palotási János Zeneiskola fúvószenekara is színesítette. Április 4-én kedden Jászberényben látogatott Dajs Tamás, a Fidesz egyik alapítója, jelenleg az Európai Parlament kormánypárti képviselője, rendkívüli sajtótájékoztatón leplezte le a Demokratikus Koalíció elnökét, Gyurcsány Ferencnek legutóbbi rádiónyilatkozatát, mely a Magyarországot érintő EU-s támadások valódi okát fejtegette. A kormánypárti politikus szerint az újabb öszödi beszédből kiderül, hogy az Európai Bizottság szimplán csak politikai okokból támadja az Orbán kormányt és tartja vissza a hazánkat megillető felzárkózási forrásokat. Az Európai Bizottsággal közösen a magyar dollárbaloldal politikai okokból támadja Magyarországot,
a magyar dollár baloldal európai parlamenti képviselői, a magyar dollár baloldal magyar közéletben szerepet vállaló képviselői nyilvánvalóan politikai hatalmi céloktól vezettetve áskálódnak a saját hazájuk ellen. Országos média figyelem keresztüzében hangoztak el ezek a leleplező vádak egy az Európai Unióhoz kapcsolódó rendezvényt követően Jászberényben. Dajs Tamás, a Fidesz egyik alapítója, jelenleg az Európai Parlament kormánypárti képviselője, rendkívüli sajtótájékoztatón leplezte le a Demokratikus Koalíció elnökének, Gyurcsány Ferencnek legutóbbi rádiónyilatkozatát. Ebben a beismerést jelentő rádió interjújában szó szerint a következő módon fogalmazott: valójában az Unió azt mondta, hogy akkor kaptok pénzt, mármint Magyarország, ha felszámoljátok a nyert. Ez a politikai követelés bele van öltöztetve egy ilyen jogi köntösbe. Az éveken át tartó hazugság és ez a nyilvános beismerés letagadhatatlanná teszi, hogy azoknak van igaza, akik azt állítják, hogy a magyar baloldal a saját hazája ellen dolgozik, és képviselőik aktív szerepet vállaltak annak érdekében, hogy durva támadások érjék Magyarországot, mondta a képviselő. A kormánypárti politikus szerint az egy évvel ezelőtt kapott újabb, kétharmadnál is nagyobb demokratikus társadalmi felhatalmazást és bizalmat, melyet a Fidesznek és a KDNP-nek a kezébe adtak a magyarok, még mindig nem ismerik el. Sem az Európai Unió intézményei, sem a baloldal képviselői, ami példátlan és szégyenteljes eljárás. Hogy ismét egy gyurcsányi öszödi beszéddel van dolgunk. Ahogy az elmúlt hetek városi közbeszédének, úgy a Döntés után című műsor aktuális adásának is vezető témája volt a napokban megszavazott jászberényi sportrendelet. A polgármester szerint az új szabályokkal átláthatóbbá és igazságosabbá válik a támogatások elosztása, felhasználása. Korábban beszámoltunk arról, hogy a jászberényi sportolókra kivetett sarcnak nevezte a térség országgyűlési képviselő a támogatások csökkentését. Adásunkban erre is reagált Budai Lóránt polgármester. A márciusi testületi ülésen megszavazott sportrendelet nem csak a diák és tömegsport támogatásának erősítését szolgálja, de a támogatások elosztásának igazságosabbá és átláthatóbbá tételét is, fogalmazta meg véleményét Budai Lóránt polgármester Döntés után című műsorunkban. Az igazságosság elve alapján mindenkinek ugyanazok a feltételek vonatkozzanak, hogyha pályázni kell, mert igenis ez nem a pénzünk, ez a városlakó pénze. A rendelet, amelyről szólt a fórum, nem kapott kritikát. Tehát sportszakmai vagy bármilyen egyéb szakmai kritika nem érte a rendeletet, tehát azt gondolom, hogy egy jó rendelet született. Később a polgármester hozzátette, hogy a Jászberénybe érkezett állami kompenzáció felosztását követően a sportnak is juttatott plusz összegekkel immár közel 75 millió forintra emelkedett az erre a célra fordítható idei költségvetési keret, amely már közel megegyezik az elmúlt évben e területre szánt összeg nagyságrendjével. Fájó számomra, amikor Jászberény város vezetése a jászberényeket bünteti. A jászberényi sportot, a sportolókat, a sportszeretőket és a jászberényi sporthoz köthető 2000 gyereket bünteti azzal, hogy méltatlanul támogatja. Nem, hogy annyival támogatja, mint az előző évben, vagy az előző évtizedekben, hanem 15 évvel ezelőtti szintre, egynegyedére csökkentette vissza a sport támogatását. Az országgyűlési képviselő néhány nappal ezelőtt fogalmazta meg kritikáját a berényi sporttámogatásokkal kapcsolatban. Ezen a tájékoztatón vetette fel, hogy a város a Malom projekthez hasonlóan nem használt fel, mint egy 725 millió forint TAO-s támogatást, amelyet, ha állami forrásokkal egészítenek ki, már egy új sportcsarnoka lehetne Jászberénynek. Mint szerencsé, hogy nem Pócs János vezeti a várost. A polgármester szerint csak hangulatkeltés mindaz, amit az országgyűlési képviselő a támogatás fel nem használásáról elmondott. Igazából nem is nagyon értettem, hogy ez most hogy került ide, ráadásul pont olyan aspektusban, olyan megfogalmazás, hogy Jászberény nem használt föl 700 millió forintos támogatást, vissza kell fizetni, erről szó sincsen. Tehát ehhez a projekthez nekünk valójában semmilyen közünk nincsen, már csak azért sem, mert azt a támogatást nem Jászberény kapta, azt a Jászberényi Kosárlabda Egyesület kapta, aki nem tudta felhasználni. A városvezető hozzátette, az önkormányzat annak idején egyebek mellett a csarnok számára ingyenesen biztosított területtel is támogatta a terv megvalósítását. Döntés után című műsorunk adásában mindezen túl Budai Lóránt tájékoztatott az energetikai szerződések közbeszerzésének elindításáról, a városi fejlesztések aktuális helyzetéről is. A teljes adás nézőink megtekinthetik honlapunkon, illetve közösségi felületeinken.
A településképet javító és a helybeliek komfortérzetét növelő fejlesztési programok indításáról határozott legfontosabb döntései között Jászárok Szállás önkormányzati képviselőtestülete legutóbbi ülésén. A választott képviselők olyan hosszú távú intézkedések életbelépését határozták el, mint a városi szintű fatelepítés külis belterületen egyaránt, jóváhagyták a városképfejlesztési program elemek kidolgozását, döntöttek a parkolók építéséről, illetve határoztak az újszülöttek és az idősek támogatásáról is. Kérem, szavazzunk! 8 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta. 20 civil szervezet számára összesen 8 millió forint támogatást osztottak el egyhangú szavazásokkal Jászárok Szállás képviselői legutóbbi, március 24-én tartott testületi ülésükön. Az azt megelőző, közel 4,5 órás előkészítő ülésen részletesen tárgyalták meg a szervezetek igényeit, és az ott elfogadottak alapján a testület már vita nélkül döntött az idei támogatásokról. A program célja az újonnan telepített közterületen található fák örökbefogadásának lehetővé tétele, amely elősegíti a fák megóvását, egészséges fejlődésük biztosítását a helyi lakosok bevonásával. A városképet és a helyi környezet kialakítását befolyásoló döntések sorozatát hozta meg ez alkalommal a képviselőtestület. A faörökbefogadási programhoz első körben 500 000 forintot biztosítanak. A megvásárolt és kiültetett fák gondozását a helybéliekkel közösen szeretné megvalósítani az önkormányzat. Szintén 500 000 forinttal indítják a közterületek fásítási programját. A közeljövőben a zöld felületeken fáslégeteket, egyes utcákban fasorokat telepítenek. A képviselőtestület 152/2022-es határozatában tavaly júniusban elfogadta, hogy erdőt létesítünk. Több paraméternek kellett megfelelni, sikerült olyan területeket találnunk, amelyek erre alkalmasak, és az erdészmérnök is jóvá hagyta. A külterületi önkormányzati ingatlanon megvalósuló energiafák telepítéséről már korábban határozott a testület. Legutóbbi ülésükön már az ezt lehetővé tevő szakmai anyagot hagyták jóvá. Az erdőtelepítésre ezt követően pályázhat a város. Három alpontból áll az előterjesztés. Az első pont a Tiszta udvar rendes ház program bevezetése, a következő pedig meseút kialakítása, a harmadik pedig a helyi vállalkozókat jelző információs tábla cseréje. E három városképfejlesztési program indítását is egyöntetű támogatás kísérte a képviselőtestületben. Az elképzelések szerint újjáélesztenék a Tiszta udvar rendes ház programot, hogy minél inkább ösztönözzék a rendezett, kultúrált lakókörnyezet kialakítását. Nagyon örülök, hogy bekerült az előterjesztésbe, és ez egy olyan járságban is egyedülálló kezdeményezés, amit én nagyon örömmel fogadtam. A meseút program előkészítéséről fogalmazta meg így véleményét a képviselő. A kezdeményezés támogatva határozott arról a testület, hogy a pedagógiai és turisztikai szempontból is hasznosítható tematikus útvonalat a város belterületén alakítják ki. Nem maga az összeg, ez a 10 000 forintos utalvány, hanem ez is egy gesztus a fiatal szülők irányába. Én azt gondolom, hogy nem csak a szülőknek öröm, hogy gyermekek születik, szerintem egy közösség életében, városunk életében is fontos, hogy akár a jövőt szempontjából is, hogy hagy szülessenek gyermekeink, és ez egy gesztus értékűnek gondolom. A képviselő javaslatát elfogadva, a városban ezentúl az újszülöttek érkezését egy 10 000 forintos utalvánnyal köszöntik, illetve ezzel együtt határoztak a 65. életévüket betöltött idős helybéliek 10 000 forintos karácsonyi támogatásáról is. A városi testület korábban határozott arról, hogy kapcsolódva a katolikus óvoda építéséhez parkolókat, illetve közösségi teret alakítanak ki annak szomszédságában. A testület ülésen határoztak a kivitelezőről, illetve a korábban jóváhagyott pénzügyi keret megemeléséről. Szeptemberben a katolikus óvodát szeretné a Magyar Katolikus Egyház megnyitni. Májusra befejeződnek a munkálatok az óvoda körül. Én úgy gondolom, hogy a Geogép Kft. 60 nappal vállalta a munkálatok elkészítését, javaslom a képviselőtestületnek, hogy a tartalékkeret terhére biztosítsuk ezt az összeget. Összességében közel 28 millió forintos költséggel valósulhat meg az elkövetkező két hónapban a parkolóépítés. A képviselőtestület márciusi ülésének teljes felvételét nézőink televíziónk honlapján tekinthetik meg. 10. jársági gyermek és ifjúsági szólótánc verseny zajlott. 4 korcsoportban 2 kategóriában lépett színpadra a több mint 250 induló a minősítésekért. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek.
jóvátételi rehabilitációs program zajlott Jászkíséren elítélteknek. Ismét meghirdette az önerős járdaépítési akcióját a jászberényi önkormányzat. Az Álmaim Városa program közel 200 résztvevővel zajlott a Jász fővárosban, és sepsiszentgyörgyi művészek kiállítása nyílt a Főnix műhelyházban. Rövid híreink között ezekről hallhatnak. Április 4-én kedden délelőtt Tavaszváró busz megálló elnevezéssel zajlott egy sajtónyilvános jóvátételi program a Jászekonszolnok vármegyei büntetésvégrehajtási intézet szervezésében Jászkíséren. 11 fő bűnelkövető tanúsított őszinte megbánást kétkezi munkájával egy helyi busz megálló felújítása közben. Ez arról szól, hogy az elítéltek a társadalom felé egy megbánást tanúsítanak, ezt ilyen jótét munkával próbálják ezt a megbánást bemutatni, és olyan közösségi munkát végezni, amivel ezt a megbánást be tudják mutatni. Jelen pillanatban ez Jászkíséren egy busz megállónak a felújítása, átcsiszolták, lefestették, és vers idézetekkel díszítették fel ezt a busz megállót. Szociálisan érzékeny ember vagyok, egy polgármesternek annak is kell lenni, és úgy gondoltam, hogy ha csak egy busz megálló felújításra kerül, és ezzel nekünk úgymond nem kell foglalkoznunk, akkor miért nem? Tehát a kellemeset a hasznossal. Van, akkor jön a következő csoport, azokat is indítjuk útjukra. 199 jászberényi középiskolás, illetve 7.-8. osztályos, valamint 35 segítő vett részt az elmúlt héten pénteken megszervezett Álmaim Városa Flúgos Futam elnevezésű közösségi rendezvényen. A fiatalokat közös gondolkodásra hívó eseménysort a Lehel Pengő Erasmus Plus program keretében szervezték meg. Az a feladatunk és az a célunk, hogy olyan találkozási lehetőséget teremtsünk a fiatalok és a döntéshozók között, amelyek a fiatalok biztonsági zónájához áll közel, és el tudják mondani a véleményüket. Játékos formában próbáltunk rákérdezni arra, hogy milyen programokat szeretnének Jászberény városban megvalósulni, milyen tevékenységekhez csatlakoznának szívesen. Az ifjúsági kerekasztal vállalásai között szerepel, hogy megjeleníti a fiatalok véleményét arról, hogy milyen programokat, rendezvényeket látnának szívesen a város kulturális közösségi rendezvényei között. A diákok érdeklődési körét egy úgynevezett kincskereső útvonalon térképezték fel. Rendkívül pozitív volt a tapasztalat, egy olyan tanulási folyamat, amelynek a részesei voltunk mi is felnőttek. Az első, ami leginkább szóba került, az az egésznapos fesztivál program, amely nem csak a zenéről, nem csak a bulizásról szól, hanem különböző városi helyszíneken kerülnek megrendezésre egy-egy sportfoglalkozás, vagy művészeti kulturális foglalkozás, illetve nagyon büszke vagyok arra, hogy azt mondták, hogy egy ilyen kincskereső program, ami most van, erre mindig és nagyon szívesen csatlakoznának. Így nem véletlen, hogy a közeljövőben további hasonló programok megtartását is tervezik a városban. Szaniszló Rihárd vibrafon művész különleges bemutatója adta meg az alaphangulatot a Jászberényi Főnix műhelyházban napokban megnyílt tárlathoz. A Pécsi Tudományegyetem művészeti kara másfél-két évvel ezelőtt hozta létre a sepsiszentgyörgyi képzőművészeti tanszéket. A tanszék tanárai érkeztek most alkotásaikkal. Egy nagyon sikeres és hiánypótló intézmény ez a mi tanszékünk, ugyanis hát Kolozsváron román nyelven oktatják a festészet szobrászatot, illetve hát azt el kell mondanom, hogy grafika tanszék van Nagyváradon, de aki festő vagy szobrász akar lenni, az hozzánk kell jöjjön. Szerettük volna ide Jászberénybe a legfontosabb munkáinkból egy ízelítőt elhozni, hogy a közönségünk, akik most ma este megérkeznek, eljönnek ide a kiállítás megnyitónkhoz, tudjon képet alkotni a mi képeinkről. A válogatott munkákból összeállított sokszínű tárlat személyes kapcsolatok révén került a városba, de a remények szerint egy hosszú távú szakmai együttműködés első elemét sikerült most megalapozni a szervezőknek. A cél mindenképpen az, hogy az alkotói kapcsolatok létrejöjjenek, erősödjenek, legyen egy művészeti párbeszéd ezáltal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet még csoportos kiállításról is szó együttműködésben, illetve egyéni tárlatok is létrejöhetnek a jövőben. A 6 képzőművész munkái ebben az összeállításban először láthatók Magyarországon. Az április 28-áig látogatható bemutatót követően Pécsre költözik át a tárlat. A jászberényi kiállítást Verebes György, Munkácsi díjas képzőművész, a Szolnoki Művésztelep vezetője nyitotta meg. Szellemi útmutatásnak
a funkcióját öltötte magára. Az elmúlt 10 esztendőben komoly hírnevet szerzett magának a jánsági gyermek és ifjúsági szóló táncverseny. A 10. jubileum több szempontból is fontos volt a hazai ifjúsági néptánc mozgalom számára. Itt szerte kis hazánkból több mint 250 jelentkező mérettette meg magát rangos szakmai zsűri előtt április 1-én, 2-án a Jánság Népi Együttes székházában. Jó látni, amikor zsivallyal és élettel teli meg a Jánság Népi Együttes Víz utcai székháza. Seregnyi ifjú, lázas készülődése zajlott 2 napig, melynek célja, hogy minden résztvevő tudása legjavát nyújtsa a 10. jánsági gyermek és ifjúsági szólótáncversenyen. A verseny mindenkori célja, hogy fórumot teremtsen a legkiválóbb gyermek és ifjúsági néptáncos előadóknak arra, hogy megmutathassák eredeti néptánc ismeretüket és magas színvonalú egyéni előadásmódjukat egy-egy kötelező és egy választott táncban. Na ezen idén csavartak egyet a szervezők. Nagyon tágra nyitottuk az ollót, hogy szinte az volt, hogy mindenki azt táncol, amit szeretne. A más versenyeknek az egyik kritériuma, hogy egy kötelező táncot, azt meg kell tanulja mindenki. Itt meg azt mondtuk, hogy hozz egy kötelezőt, amit te szeretsz, meg hozz egy másik kötelezőt, amit egy másik szabadon választhatod, amit te szeretsz. És ezért nagyon sok jelentkező jött. Több mint 250 fő, ha csak a 130 versenyző párt nézzük, akiknek Fejér Erika, Lőrinc Hortenzia, Siketán Szilveszter, Taba Csaba alkotta rangos szakmai zsűri előtt kellett versenyezniük a minősítésekért az igazán nívós mezőnyben. Nagyon durva mezőny van, nagyon sok jó táncos, úgyhogy durva lesz, kíváncsiak vagyunk az eredményre. Valóban erős a mezőny, nagyon erős, évről évre erősebb a mezőny, és ezért is próbálunk évről évre mi is egyre jobban fejlődni. Lé Szabolcs, a kelet-magyarországi tehetségek is, mint mindenki, egy az értékelés segítő kritériumrendszer alapján mérettettek meg. Ennek 4 alappillére volt. A tánc pontos ismerete, szerkesztés jellemző motívumainak megjelenítése. A tánc tartalom és a zene illeszkedése, azaz a ritmikai árnyaltság és a kapcsolattartás a zenekarral, az előadói magatartás, a tájegység viseletének megjelenítésével, végül a párosok közötti kapcsolat és a szólisták eszközhasználata. Az improvizációra törekszünk, tehát nincs is megadva, hogy erre a zenére kell táncolni, hanem azt mondják, hogy például jássági oláhost akarok táncolni, akkor a zenekar húz a 6 fajta dallamból 2-t, és arra kell táncolni. Tehát nincs egy kötött koreográfia elvileg, valakinél van, de egyre többen használják az improvizációt, és ez az egyik legnagyobb jelentőség ennek a versenynek, hogy a szabad táncalkotás, tehát nem egy rossz kis torna gyakorlatot idézőjelbe a rosszat, tehát egy torna gyakorlatot hoznak ide, hanem az agyuk működik, kreatívan fejlesztik magukat, és az improvizáció mindig újjászületik a tánc a színpadon. Ide nem csak a régióból, hanem az egész országból érkezhettek versenyzők, így lehet, hogy jelentősen megugrott a jelentkezők létszáma. De helyben is jó pár tehetség indult a Jánság Népi Együttes utánpótlás korosztályán. Robin Rebeka már 6 évesen néptáncol szülői ösztönzése, azóta pedig teljesen beolvadt a JN-ek közegébe. Én minden egyes szólótáncversenyen itt voltam eddig, amíg meg volt szervezve, és tényleg azt tudom elmondani, hogy nagyon erős volt a mezőny. Te mit hoztál, milyen anyagot, és miért azt? A kötelező táncunk az most már a erdélyi táncok voltak, szóval Gyimesivel indultunk, a szabadon választott pedig Bogyiszlói volt. Aki bátortalan, az hogy ösztönöznéd, miért kezdjen bele, miért csinálja ezt? Azt tudnám mondani a kicsiknek, és igazából már nagyoknak is, hogyha úgy érzik, hogy még nem találták meg az ő szenvedélyüket, és hogy vágynak valamilyen hobbira, amit akár már versenyszinten is lehet űzni, akkor látogassanak el a Víz utcába, mert amit itt kaphatnak és átélhetnek élményeket, az tényleg felbecsülhetetlen. Közösség miatt, mert az egész néptánc mozgalom az egy nagy közösség, egy nagy család, és hát ez a legjobb benne szerintem. Valóban a közösségek a néptáncosokon belül nagyon erősek, és ami még nagyon motiváló, az pedig az, hogy a néptáncon keresztül meg lehet nagyon jól ismerni a magyar kultúrát, és hogy éltek az őseink akár 100-150 évvel ezelőtt.
A zsúfolt két nap végén a zsűri igazán elégedetten foglalta össze a tapasztalatait, és tovább ösztönözte az ifjú generációt a néptánc hagyományok tovább örökítésére. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki most nincs itt csak az országban, vagy a Kárpát-medencében bárhol foglalkozik gyerekekkel, a magyar népi kultúra keretein belül, vagy az, annak az eszközrendszerével felhatalmazva bármit csinál azért, hogy a mi kultúránk az generációról generációra tovább öröködjön, annak mindenkinek egy nagy köszönet jár, és akkor azt tudom mondani egy húsvét közeledtével, hogy a Jóisten segítsen meg minket hosszú távon, tartson meg magyarnak, így együtt, és akkor olyan nagy baj nem lehet. És hogyha ez bármivel igazolni kell, akkor azt gondolom ez a két nap ezen igazolásul szolgált. Idén 4 korcsoportban szóló és páros kategóriákban osztottak minősítéseket, szólótáncosi díjak közül pedig kiemelt szólótáncosi díjat, szólótáncosi díjat és külön díjat is kaphattak az indulók. Április 4-én Európa napot tartottak Jászberényben a Dédini rendezvényházban, a Szent István Sportáltalános Iskola és Gimnázium szervezésében. A rendezvény előadásai, beszédei után csapatversenyben adhattak számot tudásukról, uniós tudásukról a diákok. A középiskolás évek a legalkalmasabbak arra, hogy a tanulók tudatosan éljék meg az iskolához, a családhoz és egy tágabb közösséghez, a nemzethez, Európához való tartozás érzését, hangzott el a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium igazgatójától április 4-én délelőtt a Dérini Rendezvényházban tartott Európa napon. Fontosnak tartjuk ezért, hogy tanulóink ismerjék ki magukat Európa kulturális, nemzeti és társadalmi gazdasági dimenzióiban, és értsék meg a nemzeti kulturális és az európai identitás kapcsolatát. Az intézmény vezető hozzátette, 2017-ben az Európai Parlament valamennyi tagállamában meghirdette a nagykövet iskola címet, amelyhez akkor Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egyedüliként csatlakozott iskolájuk, és azóta is büszkén viselik az Európai Parlament nagykövet iskolája címet. Pócs János országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket és megköszönte Pomázi Imréné munkáját. Én szeretném megköszönni a gyermekeknek, hogy részt vettek hosszú évek óta ezeken a programokon. Eljártak Brüsszelbe, Strasbourgba, megtanulták az európai kultúrát, és hiszem azt, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ő maguk, a környezetük, majd később a családjuk, a gyermekeik európai magyarként éljék az életüket. A rendezvény meghívott előadója Dolcs Tamás európai parlamenti képviselő volt. Délelőtt ő tartott előadást a diákoknak. Az Európai Unió problémákkal küzd, és az Európai Unióban vannak megoldási lehetőségek. Az Európai Unió hétköznapjai a mi cselekvő közreműködési nélkül is így van tudja előre. Csak éppenséggel, hogy hogyan dőlnek el, ha részt veszünk ezekben a döntésekben, ha részt veszünk az események alakításában, ha nem, ez utópia esetében is, ha nem veszünk részt, akkor is, ahogy eldőlnek ezek a dolgok, azok befolyásolják az életet. Én ezért szoktam javasolni kinek-kinek, hogy amennyire ideje engedi, egy ideje ambíciója, elhatározottságra engedi, a személyes életén túli szűkebb tágabb közösségi ügyek eldöntésében is legyen részt, mert ha a részvétele nélkül dőlnek el a dolgok, akkor is, ahogy eldőltek, azok befolyásolni fogják a személyes életet. Az előadás után elmondta, mit látott a közönség sorait megtöltő diákokon. Én olyan jászberényi, szolnoki, illetve a környék településeiről érkezett középiskolásokat láthattam itt a Dérini rendezvényház zsúfolásig megtelt nagytermében, akik szeméből az csillogott, hogy ők büszke magyarok, és büszke magyarokként büszkék arra, hogy Európai Uniós polgárok is. A kettő az nincs egymással ellentétben, és abból fakad az európai identitásunk, az európai önazonosság tudatunk, hogy magyarok vagyunk, a magyarságunk által tudunk az európai együttműködést gazdagító szereplők lenni. A termet percek alatt átrendezték, a diákok csapatokba szerveződtek, és elkezdődött a vetélkedő. Az Európai Unióval kapcsolatosan kaptak feladatokat, kérdéseket. Volt, hogy azt kellett megmondani, milyen nyelven van kiírva a táblára a jelmondat, de volt, amikor zenéről kellett megállapítani, honnan származik az előadó. A rendezvény szervezésében, lebonyolításában diákok is részt vettek.
Az egyik végzős tanulót kérdeztük arról, a fiataloknak mi a véleménye egy-egy ilyen eseményről. Számos pozitív hozadéka van ezeknek, elsősorban talán a tudás megszerzése, tehát egy az, hogy tudomást szereznek ezeknek az intézményeknek a létéről. Ez borzasztóan fontos, bizonyos ügyekről hallhatnak akár előadásokban, akár feladatokban, és ugye ez azért rendkívül fontos, hiszen mindannyiunkat érint egyaránt, nincs ez alól kivétel semmiféleképpen sem. A másik pedig az, hogy ugye ezeknek az ügyekben való további célok elérésének elsődleges pontja mindenképpen a probléma tematizálása és egyfajta többséggyűjtés a probléma mögé, tehát a fiatalok, de akár nem csak fiataloknak is az egyesülése bizonyos pontok, problémák, programok mögött, tehát egyfajta tömeget képezve elősegítség ennek az előmozdításán. Az eredmények gyorsan megérkeztek. A dobogó legfelső fokára a Nagy Boldogasszony két tannyelvű katolikus általános iskola csapata állt fel. Sport következik még hozzá, jégkorong. A bajnoki mérkőzések már ugyan befejeződtek a jégkorongosok számára, viszont a Lel HC U16-os csapatának még egy fontos fellépése volt a Jászberényi fedett jégcsarnokban. A Lehel-Kürt kupán 4 csapat mérkőzése zajlott április 1-én és 2-án. A kétnapos rendezvény rövid összefoglalója következik. Április 1-én és 2-án ismét szurkolóktól volt hangos a Jászberényi jégpálya nézőtere. E két napon át zajlott a Lehel-Kürt kupa 4 U16-os csapat részvételével. Ez a Lehel-Kürt kupa, ez egy 3 évvel ezelőtt volt az itt U16-nak, aztán elmaradt, és azt úgy gondoltuk, hogy újra életre hívjuk, és megpróbáltunk színvonalas tornát összehozni. Először körmérkőzést vívott a Lehel, az Újpest, a 60-i Gászok és a Szigeti Bikák alkotta 16 éves rácokból álló hoki csapat. Az utóbbi együttes edzője nagy örömmel kísérte el tanítványait szülővárosába. Nekem mindig nagyon-nagyon jó érzés ugye ide hazajönni, úgyhogy szeretek lejönni ide mindig mérkőzéseket játszani. Ugye a szezonban is nagyon sokszor találkoztunk a Jászberénnyel, hiszen egy csoportban voltunk a 16-ban, úgyhogy mindenképp mindig nagyon jó érzésekkel jövök haza. A Lehel-Kürt kupa egy rangadóval kezdődött, hiszen a Lehel HC az Újpest csapatával vívott nagy csatát, amit a berényiek visszavágónak tekintettek, hiszen korábban kikaptak a Lilafehérektől. Ezúttal sikerült visszavágniuk, hiszen 3-1 arányban nyertek. Fontos volt a győzelem, a játék jobb volt, mint az előző meccs ellenünk, de a visszavágónál jobban hajtottunk, és jól ment a korong, meg a lövések is. Jók voltak. Természetesen Balázs edzője is elégedett volt az eredménnyel, és főleg azzal, hogy egy akadémiai csapatot győztek le. Sok mindenben jók voltak, a srácok hajtottak, csinálták a dolgokat. Még egyszer mondom, hogy nem is egy akadémiát megverni az egy elég jó dolog, és megérdemelten győztünk. Ezt követően a Szigeti Bikák a 60-iakkal játszottak. A volt válogatott játékos számára nem az eredmény volt az elsődleges. Bízom benne, hogy sikerül majd egy jó eredményt elérni, azt tudni kell, hogy azért jó csapatokat hívtak meg. Igazság szerint azt gondolom, hogy nem is az eredmény számít, hanem hogy minden edző megnézze, hogy a jövő évi 16-os csapat az hogy néz ki. A Lehel végül is legyőzte mindhárom ellenfelét, és vasárnap este az Újpesttel játszották a kupa döntőt. Teljesen más meccs lesz, minden mérkőzés más, Újpestnek rengeteg zicsere volt, kihagyták, jól védett a kapusunk, nekünk is voltak zicsereink, mi is kihagytuk, minden mérkőzés más, nem tudunk abból kiindulni, hogy most ez az eredmény, ez most nekünk állt az ászló, ki tudja, hogy holnap mi lesz. Ismét óriási volt a küzdelem, de sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett gól, így büntetőkkel döntötték el a kupa sorsát. Nagy volt az üdrivolgás, amikor a Lilafehérek játékosa kihagyta a lehetőséget. Ez csak fokozódott, amikor a hazai játékosnak sikerült a kapuba találnia. Ugyanez ismétlődött meg 3-szor egymás után, azaz a Lilafehérek kihagyták, a hazaiak pedig mindhárom büntetőjüket értékesítették. Így a Lehel fiataljai örülhettek a pálya közepén. A kétnapos tornán a 60-iak lettek a negyedikek, a Szigeti Bikák a bronzérmesek, az Újpest lett a második, a Lehel-Kürt kupát pedig a Lehel HC csapatkapitánya vehette át. Igazából egy döntött, mindegy, hogy nyerünk meg rendes játékidőbe, hosszabbításba, esetleg büntetőkkel,
végeredmény számít, és ebből a szempontból legyőztük az Újpestet. Miénk lett az aranyérem, úgyhogy büszke vagyok a srácokra, és megérdemelték, mert hatalmas szívük volt. A sikeres szereplés természetesen a csapat és közönsége együtt ünnepelte. Híradónk után kérem, ne kapcsoljanak el, mert ahogyan már ebben a műsorban is említettük, a döntés után önkormányzati magazint láthatják Banka Csaba műsorvezetésével, melyben a sportrendelet elfogadása lesz a fókuszban. Most pedig lássuk mai főbb híreinket még egyszer, röviden. A Városnapján Jászberénybe érkezett a tavaszi emlékhadjárat serege. Országos média figyelem keresztüzében Jászberénybe hangoztak el leleplező vádak Dajs Tamástól a baloldali uniós politika ellen. 10. jársági gyermek és ifjúsági szólótáncverseny 4 korcsoportban 2 kategóriában lépett színpadra több mint 250 induló a minősítésekért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat, ne feledjék, hogy keressék a jársági térségi televízió internetes platformjain, kövessék be Facebook oldalunkat, illetve YouTube csatornánkat, ott klikkeljék be a kis harangot is, mert akkor e-mail értesítést kaphatnak videófeltöltéseinkről, egyébként pedig mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket és jó pihenést kívánok, minden jót, viszontlátásra!